Annyi már nem fér be. Értem, hát semmi gond. A 9 percben bemutat az úr, én örülök az Agrikó Magyarország Kft. Képviseletében. Azt hiszem, hogy ez a cégnév mindenki számára ismerős, aki valahogy is Burgonyával foglalkozott. A magyarországi piacnak jelentős részét tudhatjuk magunkénak, és sok olyan fajtánk van, amikkel az itt lévők is véletlenül foglalkoznak és dolgoznak. Annak idején ugye a Kondor volt az első olyan nagy fajta, amelyik felhívta a figyelmet a cégünkre. Éveken keresztül piacvezető volt. Azóta ugye eltelt jó pár évtized, és új fajták jöttek, új fajtákkal állt elő az Agrikó nemesítő részlege. Részben erről is szeretnék majd beszélni, illetve egy kitekintéssel kezdeném az európai piaci helyzettel kapcsolatban. Ugye Magyarországra egyre nagyobb hatással bírnak, különösen az Európai Unióba való belépésünk óta a tőlünk nyugatabbra lévő nagy burgonyatermelő országok. Ezt majd részletesen is taglalnám a későbbiekben. A tavalyi prezentációból meghagytam egy mondatot az európai helyzetértékelés bevezetőjeként. Majdnem napra egy évvel ezelőtt találkoztunk itt utoljára. Január 2-ára esett akkor ez a... Bocsánat, február 2-ára esett ez az esemény. Általában a hagyomány szerint február 1. vasárnapján találkozunk itt most már hosszú évek óta. És ugye a mostanival szöges ellentétben alacsony termés az EU 28 tagországában alig több mint 51 millió tonna termett. Ugye az akkori időjárási viszonyok nem kedveztek a burgonyának, ez az ára is felhajtó hatással bírt. Hát az idei év szöges ellentéte ennek. Ugye a termések Európa szerte magasak, az átlagnál magasabbak. A kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően, és így 7 millió tonnával termett több az unión belül, mint egy évvel ezelőtt. Ugye ennek az elhelyezése, eladása, értékesítése nem kis feladat, és az árakra negatív hatással volt. A vetésterület növekedett, nem volt elég ugye az átlagosnál is magasabb termés. Ez túltermelést okozott. Ehhez még plusz az orosz embargó is társult, amiről azt hiszem, hogy mindenki hallott. Az odaszánt árut is valahol el kell helyezni Európában, és ez az árakra negatív hatással volt. Európa szerte látszott már a betakarításkor, hogy az a mennyiség, amit becsültek és ami várható, az komoly problémákat fog okozni. Volt olyan, amit nem is tudtak betárolni, szinte a földről értékesítették, és Európában a magyarhoz egy kicsit, magyartól egy kicsit eltérő módon már a kezdetek kezdetén alacsony volt az ár. Ennyi előnyünk nekünk volt, hogy azért úgy szeptember táján még viszonylag elfogadható árak voltak a korai burgonya tekintetében. Kicsit országonként is taglalva ezt az európai helyzetet, Franciaországgal kezdeném, amelyik az utóbbi években egyre jelentősebb szerepet foglal el a magyarországi burgonya értékesítésben és ellátásban. Célirányosan termelnek piroshéjú fajtákat, mert egyébként a francia piacra főleg sárgahéjú fajták kellenének az ottani igények szerint. De célirányosan a magyarországi és a környező régióra koncentrálva piroshéjú fajtákat is elkezdtek termelni, olyan mértékben, ami hát az itteni Magyarországon megtermelt burgonya értékesítését megnehezíti. 2014-ben a termőterület 8000 hektárral növekedett. Összehasonlításként a magyarországi terület az utóbbi években olyan 18-20 ezer hektár. Franciaországban tavaly 123 ezer hektáron termelt burgonya. Ennek következtében
1 millió tonnával több burgonya termett. Azt hiszem, hogy ez ma Magyarországon napi probléma. A beömlő kamionok tartalmát ugye itt értékesítik Magyarországon, ez nem könnyíti meg a hazai termelők helyzetét. Ár. 5 és 12 eurocent között mozog Franciaországban a burgonya felvásárlási ára. A franciáknál működik egy úgynevezett moshatósági skála, ez 1-től 10-ig jelzi azt a képességét annak a tételnek, hogy milyen mértékben lehet megmosni. 6 és 7 az már nagyon jónak mondható, az alatt kevésbé. A skála alját ugye jobb, hogyha nem mossák, hanem a jótékony föld borítja a burgonyát, de mondom, hogy a 6-os, 7-es az már nagyon jó, és ez egy korrekt mérce, mert az itteni értékesítés során is látszik, hogy ami 6-os, 7-es, az már szépen mutat a polcokon. Ez a 5-12 eurocent, ez egy forintra átszámítva 16 és 38 forint között mozog. Vélhetően ugye a gyengébb minőség érkezik Magyarországra, mert a jobbat otthon el lehet adni. Ez a 16 euró plusz még a 16 forint plusz még a tárolás, illetve a szállítási költség olyan 32 forintban áll meg ide szállítva. Tehát ezzel kell versenyezniük a magyar gazdáknak. Belgium szintén egy olyan ország, amik hatással van a magyarországi piacra. Évről évre érkezik onnan jelentős tétel. A termés átlag 60 tonna fölött volt a tavalyi évben Hollandiában, ami egy extrém magas és az európai átlagot is meghaladja. A vetett terület ugyancsak kismértékben nőtt, de a nagy termés azért olyan mennyiségeket hozott és okozott, amik igazán jelentősek. Ráadásul a megtermett áru és a mennyiség 90%-a 50 mm feletti. Ez egy extrém magas kihozatal, és azt hiszem, hogy az a mennyiséget is így arányaiban jelentősen növeli. Németország Európa egyik legjelentősebb burgonyatermő országa. Ránk viszonylag kevésbé van hatással lévén, hogy ők azért ragaszkodnak a sárgahajú fajtákhoz, ami azért a magyar piacon elég nehezen elhelyezhető. Hasonló a helyzet az európai átlaghoz. Bővült a terület, és a kedvező időjárási feltételek okán a mennyiség is jelentősen emelkedett. Érdekes módon, annak ellenére, hogy Németországban sok a burgonya, a franciák ennek ellenére még találnak ott olyan réseket, ahova betehetik a lábukat. Ezért a kereskedők kénytelenek voltak olyan akciókkal előrukkolni, ami egy kicsit segíti a saját maguk által termett árunak az értékesítését. Az említett tényezők hatására nyomott az ár, 6-8 cent között mozog. Ha visszaemlékszünk az egy évvel ezelőtti helyzetre, hogy akkor még 25 cent volt, tehát elég jelentős a különbség. Feleslegek ugye keletkeznek, ezeknek a levezetése vagy takarmányozási célra, vagy pedig biogázüzemekben történik, úgyhogy az ottani termelőknek sem fenékig tejfel ez a szezon. Ugye ezért ezek a csatornák lényegesen alacsonyabb áron veszik át a burgonyát, mint hogyha azt a friss piacon lehetne értékesíteni. Egy tendencia érhető tetten a német piacon, illetve Németországban. A burgonya fogyasztás pedig ők egy igen jelentős mennyiséggel veszik ki részüket az európai fogyasztásban, tendenciózusan csökken. Köszönhető ez az úgynevezett egészséges étkezés érdekében tett lépéseknek. Magyarországon is van erre példa, és én azt hiszem, hogy bizonyos félreértések, vagy esetleg tudatos félremagyarázások is befolyásolják az itteni fogyasztói szokásokat. A normiféle déta, és ez ehhez hasonló, igencsak kétes értékű és nehezen bizonyítható kampányok azért Magyarországon is csökkentik a burgonya fogyasztást, és itt nem kis feladat várna szerintem a terméktanácsra, hogy ezeket a téves tételeket cáfolják meg, és nyilvánosságot kapjon az, hogy a burgonya igenis egészséges. Annyiféleképpen lehet elkészíteni. Most én nem azt mondom, hogy egy nem sütnivaló burgonya olajtartalma az nem egészségtelen, de hogyha célirányosan olyan fajtát választunk, amelyik kifejezetten sütésre
való, és ennek az érdekében nemesítették, akkor egészen más a kép. Lengyelország az utóbbi években rengeteg kellemetlenséget okozott a magyar termelőknek, a Lengyelországból beáramló nagy mennyiségű áru. Referenciaként is használják általában a kereskedők, ugye ha áralkúra kerül sor, akkor az a válasz, hogy hát meg tudom én szerezni lényegesen olcsóbban is, hogy aztán annak milyen a minősége, erről már kevesebb szó esik. Érdekes módon Lengyelországban évek óta csökken a burgonya termőterülete. Az utóbbi 6 évben a felére csökkent, tehát 6 évvel ezelőtt közel 500 000 hektár burgonya termőterület volt Lengyelországban. Ez a tavalyi évre 67 000 hektárral csökkent 267 000 hektárra. Ugye itt megint emlékeztetnék, hogy ha magunkat akarjuk elhelyezni egy Európában, azzal a 18-20 000 hektárunkkal nem vagyunk tényezők. Tehát a külföldi befolyás igencsak hat a hazai viszonyokra. A termés átlag 25 tonna volt hektáronként, ami igencsak az európai színvonal alatt van jócskán, mert az olyan országok, ahol tényleg magas színvonal és komolyan véve az ágazatot termelik a burgonyát, ott kb. 50-60 tonnás a hektáronkénti termés átlag. 1 000 000 tonnával termelt kevesebbet a lengyel mezőgazdaság az előző évinél. Ugye azt hihetnénk, hogy ilyen adatok mentén a szokásos dömping enyhülhetne, de azt hiszem, hogy az eddigi szezon nem ezt bizonyítja sajnos. Az árak milyen az EU szintje alatt vannak Lengyelországban? Az EKR-ről azt hiszem, hogy mindenki hallott, bár erről lesz majd egy előadás, én nem akarok elébe menni dolgoknak, de sokan úgy vélekednek, hogy ez egy plusz feladat, egy plusz adatszolgáltatási szükséglet, de én azt hiszem, hogy ha a részleteiben megismerjük majd a későbbiekben, és látni fogjuk az előnyeit, akkor az a kis többletmunka, amit esetleg emiatt ránk ró a hatóság, vélhetően meghozza az eredményét. Ez csak remény, ez március 1-én kerül majd bevezetésre hivatalosan, addig próba járatként működik a dolog, nem is büntetnek, lesz időnk megszokni, de az eredményeit majd kíváncsian várjuk. Hollandia, ugye igazodva az európai helyzethez 156 000 hektárra emelkedett a burgonya termő terület, és 7 000 000 tonna termett. Ez 2013-hoz képest 400 000 tonnával több. A nagy mennyiség ott is lenyomja az árakat. Ott van olyan jelentős feldolgozóipar, ami Magyarországon már régen nincs, és ugye ennek az az előnye, hogy az átlag piaci áraknál ugyan alacsonyabb, de egy biztos felvásárlási forrást vagy lehetőséget jelent. Előre leszerződik a szezon előtt a termelők, mikor ültetik a burgonyát, már tudják, hogy kinek és mennyit fognak eladni, és az ár is fix. Sajnos ezt mi Magyarországon nem mondhatjuk el, megszűnt minden feldolgozóipari tevékenység nálunk. A vetőburgonya árak és az étkezési burgonya ára azért elválik egymástól, tehát ugye ez a hektikus ugrálás, ami az étkezésiben tapasztalható, a vetőburgonyára nem igazán vonatkozik, ugyanis az egy sokkal tervezettebb piac. Tehát a nemesítők, fajta tulajdonosok előre kalkulálnak, és nagyjából tudják, hogy milyen igény várható a következő évre, és ennek megfelelően történnek a szaporítások. Egy kis táblázaton a főbb betakarítási adatokat rögzítettem. Itt nem térnék ki mindegyik régióra. Ami nekünk fontos, ugye Németország, Franciaország jelentős növekedés volt az egyik évről a másikra, Belgiumban szintén, Hollandiában annyira nem jelentős, Anglia ugyan csökkenő tendenciát mutat, de számunkra nem érdekes reláció, onnan nem érkezik Magyarországra burgonya. Lengyelország ugye az egyik legfontosabb, itt az említett okok miatt csökken a burgonya mennyisége. Magyarország elég kiegyensúlyozott, tehát annak ellenére, hogy jó volt az időjárás. A terület nem nagy mértékben növekedett, és az eredményeképpen a mennyiség sem tér el nagyban az előző évitől. Helyünk Európában, ugye egy pár gondolatot már említettem annak érdekében, hogy el tudjuk magunkat helyezni, itt konkrét adatokkal is alá tudom támasztani. Ugye az az egy
évtized, amit mi az Európai Unióban töltöttünk, most már több is, ugye áprilisban lesz 11 év, magának az Európai Uniós tagságnak biztos, hogy vannak pozitív-negatív hatásai, és most a burgonyára lebontva én sok pozitívumot nem látok, őszintén szólva, inkább a negatív oldala domborodik ki a történetnek. Ugye az összeurópai területnek 1%-a Magyarország burgonya terület szempontjából. Belépésünkkor, ugye ez 2004-ben volt, 55 ezer hektáron termett burgonya Magyarországon. Mára ez lement 20 ezerre, bizonyos források szerint csak 18 ezer, a kettő között van valahol az igazság vélhetően. Szaporító terület még drasztikusabban csökkent, 1200-ról 180 hektára. Tehát Európai Uniós tagságunk a burgonyára szűkítve nem egy sikertörténet, ezt elmondhatjuk. Feldolgozóipar ugye nincs, ezt már említettem, az egyfőre jutó burgonya fogyasztás 55 kg Magyarországon, a termésünk 450 ezer tonna, tehát ebből is leszűrhető, hogy importra szorulunk. Tehát egy egészséges mennyiségű import elhelyezhető lenne Magyarországon, de az a dömping, ami most is jellemző, az azért már a hazai termelők érdeke ellen szól. Beszerzési szokások is megváltoztak, ugye már 30 kilós zsákban nem vásárolnak burgonyák a háziasszonyok. Erről majd egy pár szót fogok a továbbiakban is említeni. A primőr piac az, ahol még valami keresnivalójuk van a magyar termelőknek, versenyképesebbek, mint a tőlünk nyugatabbra lévők. Itt azért némileg korábban érik be a burgonya, az előhajtatott fólia alatt termelt burgonyával előbb tudnak megjelenni, mint a konkurens országok. Tehát a korai fajtákkal lehetne operálni és bizonyos pozíciókat megtartani a jövőre nézve. Ugye hát azt mindenki tapasztalta, hogy az előző évhez képest az időjárás kedvezőbb volt. Betakarításkor ez nem állja meg a helyét, mert az esők sok nedvességgel töltötték meg a gumókat, nem lehetett megvárni az optimális betakarítást, legalábbis bizonyos régiókban, és ez a betároláskor és az azt követő időszakban is problémát okozott. Az eltarthatóság sokkal gyengébb, mint a korábbi években, és ez egy bizonyos kényszerrel bírt a termelőkre. Próbáltak megszabadulni bizonyos régiókban minél előbb az árutól, hogy ezt a romló tendenciát ne kelljen megvárni. A termés, ahogy láttuk is a táblázatból, a 2013-ashoz hasonló némi emelkedés volt, de ez nem jelentős. A mostani ár, ez nekem egy kérdőjel, mert amikor a prezentációt írtam, akkor ez még megállta a helyét. Most több véleményt is hallottam itt a műsor kezdete előtt. Volt, aki azt mondta, hogy a nagyban én ennél most pillanatnyilag magasabbak az árak, volt, aki azt mondta, hogy hát ennyit sem lehet elérni. Ez is jellemzi a helyzetet, hogy mennyire hektikus, és az értékesítési csatornáktól függően nagyon változó az árszínvonal. Ugye említettem, hogy hazánkban megszűnt ugye a feldolgozóipar, sajnos, mert ez volt egy olyan lehetőség a termelőknek, hogy ami biztos piacot jelentett. Aki korábban ezen a piacon mozgott, most az étkezési piacra termel, tehát a mennyiségeket ezzel is növelve. A minőség vegyes, ugye az előbb említett árszint is elég nagy határok között mozog. A magyarországi átlagtermés a statisztikák szerint 25 és 30 tonna között van hektáronként, ami számomra nehezen értelmezhető és magyarázható, mert aki 25-30 tonnát termel egy hektáron, annak szerintem abba kell hagyni a burgonya termesztést. Tehát a magyarországi viszonyok megengedik azt, és a termelés színvonala bizonyos régiókban igenis predesztinálja azt a termelési kört arra, hogy ennél sokkal magasabb termésátlagok legyenek. Azért van némi rálátásom az országos helyzetre. Akik komolyan veszik, és tényleg akik a költség oldalon is megadják azt, ami a burgonyának szükséges,
azok nálunk is 40-50 tonnát hektáronként meg tudnak termelni. És ez elvárás is, mert egyébként nincs értelme, nem érdemes, nem gazdaságos. Ugye az áruházláncok szerepe évek óta nő, mióta betették a lábukat Magyarországra, rohamosan emelkedett részesedésük az értékesítési piacon. Amikor ez a folyamat elkezdődött, és olyan 20-25% körül volt az ő részesedésük az értékesítésben, még én is azt mondtam, és elég sokan osztották ezt a véleményt, hogy kell is egy ilyen, ez egy más jellegű forma. Jó, hogyha ilyen is van Magyarországon. De mostanra ez az arány, az ő piaci részesedésük kb. 80%-ot is meghaladja, ami egy olyan pozíciót biztosít a számukra, hogy ők diktálnak. Ez pedig egyáltalán nem egészséges. Minden szempontból kiszolgáltatott a termelő. A szerződéses viszonyok viszonylag egyoldalúak, és az áruházláncok érdekeit szolgálják. A fizetési elmaradások és 60-90 napra történő fizetés, azért ez nem igazán lenne megengedhető. A felvásárlási árak csökkennek, de azért az áruházláncok piacain olyan markáns csökkenést én nem láttam az árakban. Tehát megint arról beszélünk, hogy a haszon, az árrés nem ott keletkezik, és a haszon nem ott csapódik le, ahol a legtöbbet tesznek érte. A termelő, hogyha megveszi az üzemanyagot, a vetőburgonyát, a növényvédőszert, neki azonnal ki kell fizetni. Ha beszállítja az áruházláncba, 60-90 napra kapja meg a pénzét. Tehát ez egy olyan aránytalanság, ami ellen, hát sokat nem lehet tenni, ugye, mert a szabad piac elmélete azt nem engedi meg, hogy ebbe bármiféle hatósági részvétel vagy irányítás megvalósuljon. Említettem a csökkenő fogyasztást, ugye ez az 55 kiló véletlenül pár éven belül már nem állja meg a helyét, hogyha ez a mostani tendencia folytatódik. Megfigyelhető egy színuszgörbeszerű mozgás évről évre, ha nem is minden évben, de bizonyos időszakokban ugye van egy csúcs, mint a tavalyi év, az azt megelőző év sem volt olyan rossz, most hirtelen ennek a színuszgörbének az alján vagyunk, és sokan elbizonytalanodnak így a burgonya termesztők közül, hogy érdemes-e folytatni, vagy milyen módon, milyen formában. Sokaktól hallottam azt, mikor érdeklődtem, hogy az idei szezonra milyen mennyiséget szándékozik vásárolni. Sokan bevallják, hogy hát az az igazság, hogy az anyagi helyzetem nem engedi meg, hogy fémzárolt árut vegyek. A tavalyi apraját visszaültetem. Ettől én óvnék mindenkit, mert ez egy rövidlátó gondolkodás. Ugyan olcsó, mert szinte nem kell érte semmit fizetni, de a leromlás alacsonyabb termést okoz, és rossz egészségi állapot. Inkább én azt javasolnám, hogy a terület csökkentésével kicsit igazítani az igényekhez, a helyzethez, de mindenképpen fémzárolt gumóval vágjon mindenki neki a következő szezonnak. Egy néhány fajtánkat szeretném ismertetni. Azt hiszem, hogy a régi, jól ismert fajták már nem szorulnak bemutatásra. Ugye említettem a bevezetőben a kondort, de mellé tehetném az agriát, a kürodát, az impalát. Ezek mind olyan fajták, amik évtizedek óta itt vannak Magyarországon. Nem akarom az időt azzal rabolni, hogy részleteiben ismertetem ezeket a fajtákat. Viszont van néhány olyan új fajtánk, amire feltétlenül szeretném a szíves figyelmüket felhívni. Hosszú éveken keresztül kértük az anyacéget, hogy piros korai fajtát próbáljanak nemesíteni. Ugye, de hát ez nem parancsszóra megy. A nemesítés is részben szerencse kérdése, de hát nagyrészt ugye szakértelem és tapasztalat is kell hozzá. Na most egy olyan szerencsés helyzet alakult ki, hogy egyszerre két fajta is van, ami a ma Magyarországon piacvezetőnek mondható reckárlettel fel tudja venni a harcot és a korai burgonyák terén szép jövő előtt áll. Az első ilyen fajta, az Evolution, ez jelent meg először Magyarországon. Egy 90 napos piros héjú, nagyon szép küllemű fajtáról beszélünk, gyors kezdeti fejlődéssel. Nyugalmi állapota viszonylag rövid, ami azt jelenti, hogy az eltarthatósága korlátozott, tehát a friss piacra, a primőr piacra ajánlható,
úgy december végéig azért ajánlatos értékesíteni, mert utána csírázni kezd. Ez egy áruelőállító tábla alsó némediben erről a fajtáról. Itt két tő alatti mennyiség látható, itt egy kicsit közelebbről is. Itt a formája, színe, hús színe azt hiszem, hogy igen, megnyerő és piacos. A másik korai fajta az eszmé, ami 2-3 évvel később került nemesítésre. Sokban hasonlít az Evolutionhoz, talán még különmében szebb is, ami a különbség, hogy ez egy jól tárolható fajta. Tehát a nyugalmi állapota hosszabb, és ezért a tárolhatósága is lényegesen jobb. Ez egy tő alatti mennyiség. A Lusza a harmadik olyan fajtánk, ami mostanában került a magyar piacra. Ez körülbelül a Rocco fajtával, azt mondom, ez mindenki által ismert fajta. Tenyészidejét tekintve a Roccohoz lehetne leginkább hasonlítani. Szintén egy piacos, szép különmű fajtáról van szó. Ami fontos, hogy Y-vírus a rezisztens, ugye ez egy leromlást okozó vírus, és hogy varasodása nem hajlamos, mert elég sok fajta küzdik ezzel a problémával. Itt még fajta jelöltként tudtam lefényképezni egy bemutatón. Ez egy nem régen készült fotó. És ez pedig egy tő alatt lévő mennyiség. A rozagold egy olyan fajta, ami középkorai, középkésői érési csoportba tartozik. Hollandiában a csomagolt piacon értek el vele nagy sikereket. Különben nyugodtan megengedi a moshatóságot, mert nincs mit takargatni, tényleg egy olyan szép fajtáról van szó. Ez is egy tő alatti mennyiség. A többi fajtával kapcsolatban az asztalon kiállítottunk 16 fajtát, azt hiszem. Az újakról én tettem ki egy lényegesen részletesebb ismertetőt, mint ami a kis füzetben van, úgyhogy ha bárki érdekelne, vagy fölkeltette volna az érdeklődést, akkor ezeken a fajta ismertetőkön jól el lehet igazodni. A Manitou szintén egy viszonylag új fajta, a Desiré javított változatának tekinthető, ilyen szempontból hívnám fel rá a figyelmet. Aztán következnek olyan fajták, amikkel most nem akarom az időt tölteni. Az Amoróza azt hiszem, hogy egy ismert fajta, korai szegmensben elterjedt. Az ő leváltására vagy helyettesítésére alkalmas lesz ez a két fajta, amiről beszéltünk. A Rocco egy osztrák fajta, sok hívővel és sokan szeretik ezt a fajtát. A Fabiola az utóbbi évek egy sikertörténete, szintén az Osztrák Nemesítőintézetnek egy nagyon szép fajtája. És egyetlen sárga fajtát tettem a fajtasorba, a Rivierát. A tulajdonsága, ami kiemeli a többi közül, hogy 70 napos fajta. Ez egy szuperkorai fajta. Abban az időszakban azt hiszem, amikor ő már az érési állapotban van, a primőr piacon talán a héj szín nem annyira dominál, és a 70 napos koraiság az egy jelentős tulajdonság, ami kiemeli a többi közül. Így néz ki, szinte, mintha esztergálták volna. Én ennyit szerettem elmondani, ha egy kicsit hosszú voltam, akkor elnézést kérek, de köszönöm szépen. Köszönjük, Gyurikám, nagyon jó.